Egyre több európai ország jelenti be, hogy náluk is megjelent a koronavírus új Omikron elnevezésű variánsa. Ausztriában és Csehországban már bebizonyosodott a mutáns jelenléte, Franciaország pedig biztosabban, hogy napokon belül náluk is megjelenik. Hollandiában közben két fertőzött megszökött abból a karanténszállodából, ahova azután helyezték őket, hogy kiderült, megfertőzöttek az Omikron változattal. Az új variáns megjelenésével Ausztriában felerősödött az oltási kampány, és egyre több fiatal is sorba áll a vakcináért. Várható volt, hogy itt is megjelenik az Omikron, és az első esetet a tiroli Schwaz városából jelentették. Eddig csak feltételeztük egyébként, hogy Ausztriában is megjelent, hiszen Tirolban rutinszerűen teszteltek egy személyt, aki Dél-Afrikából érkezett haza. A teszt pozitív lett, bár nem tünetelt, aztán tegnap este egy tiroli virológus megerősítette, hogy valóban Omikronról van szó. Sőt, mi több, azt is elmondta, hogy még 30 gyanús esetet vizsgálnak. Az osztrák hatóságok közölték, hogy a fertőzött be van oltva, de a második dózis óta már eltelt 9 hónap. A jó hír az, hogy ezt az új változatot azonnal észlelték. Legutóbb a béta variánsnál az első eset decemberben fordult elő, de csak január 22-én azonosították, mondta az osztrák várospolgármestere. Hollandiában, ahol pénteken egy Dél-Afrikából érkezett repülőgépen több fertőzöttet is találtak, majd elkülönítettek egy szállodában, két ember megszökött. A határrendőrség a spanyol férfit és a portugál nőt egy Spanyolországba induló légijáraton fogta el, letartóztatta és ismét karantén alá helyezte őket. A 61 pozitív teszt közül 13-nál bizonyosodott be a vírus Omikron változata. Mindnyájukat elkülönítették, mondta az egészségügyi miniszter. A fertőzötteket egy Amsterdam közelében lévő őrzött hotelben szállásolták el, ahol legalább 5 napig kell maradniuk. Valószínűleg már Franciaországban is kering a koronavírus Omikron változata, jelentette be az egészségügyi miniszter. Amint felmerül az Omikron eset gyanúja, elkülönítjük az érintettet, és megerősített tesztet végzünk, vagyis megvizsgáljuk a variáns és a vírus genetikai profilját. A mai napig nincs ilyen eset, de órák kérdése, hogy nálunk is megjelenik. A mutáns már ott van Belgiumban, azonosították Olaszországban, Németországban, és úgy tudom, hogy Ausztráliában is észlelték, mondta Olivier Véran, és hozzátette, hogy a kormány hamarosan szigorítja a korlátozásokat a mutáns terjedésének megfékezése érdekében. Az Omikron potenciálisan fertőzőbb, mint a korábbi változatok, bár a szakértők még nem tudják, hogy más törzsekhez képest okoz-e súlyos tüneteket. Franciaország a vírus legújabb hullámának kellős közepén van. Szombaton több mint 37 ezer pozitív esetet regisztráltak, és meredeken emelkedett az intenzív osztályon kezelt betegek száma is. Az észak-csehországi Liberecben szombaton szintén kimutatták az Omikron variánst. A mintát véleményezésre a prágai országos laborba küldték, ahol megerősítették a gyanút. Egy olyan nőről van szó, aki nemrég tért vissza Namíbiából, átszállással Dél-Afrikában és Dubajban. A beoltott fertőzöttet elkülönítették, a betegség nála enyhe lefolyású.